van, akkor jó reggelt, szevasztok, srácok. Ez nem. Nem megyen. Pedig nyomkodtam össze-vissza, gondolom látszott. Nem. Most mondta Pisti, hogy még nem olvastam utána, mi lehet a hiba. Még nem. Még nem, de utána lehet olvasni annak, hogy, a support page-en mindenki azt írja, hogy ez egy szar! Úgyhogy ez ilyen. De na, mindegy, így működik, srácok. Tehát, ha valaki kíváncsi arra, hogy hogyan lehet megoldani ezeket a fajta problémákat igazából, ilyen streamer gondokat, tehát ilyen technical fórumra kíváncsi, nem kell. Arra kell nyomkodni, amíg nem megy. Vagy, ha kivesszük az egyik RAM-ot. Nem kell kivenni a RAM-ot. Ez a megoldás. A mikrofonom basszus, közben a világ végén van. Jó, van, jól tetted. Most már itt lesz a mikrofon, most már hallani is fogtok, halló. Igen, Kori Csabi, amúgy ebben igazad van. Tehát, hogyha lefutna normálisan az intro, az már nem is lenne happy hour. Amúgy lehet, mert most már ez ilyen... Ez ilyen... Tehát vagy az eleje, vagy a vége, de szar kell legyen. Most igen, ez most X-Split, srácok, ugyanolyan fos. Nem kell izgulni, ugyanolyan fos. Ugyanolyan fos, csak kapják a supportot. Immernek egyébként köszönjük szépen az éjszakai megbaszót, nagyon szépen köszönjük. Te is Twin Peaks-es pólóban vagy, Pisti? Igen. Ez véletlen. De csak véletlenül. De hogy te véletlenül. Twin Peaks-es pólóban vagy, akkor megyek és átveszel. Brian, hogy igazad van, ennél nagyobb bajunk le legyen. Annyira bírtam régen, amikor tudod, a suliban volt ilyen. Álmester. Igen. Ez az ugyanazt vetted fel? De a lányok, hogy egymás, most miért vetted fel ezt ma te? Annyira jó volt. Figyelj, engem az intro jobban zavar. Engem is jobban zavar. Érted? Persze. Akkoriban is jobban zavart az intro. Igen, igen, igen. Nem kuki vagyok, köszi szépen a 4 hónapot, és Aquila, kösz szépen a csírt. Nem állt napon nektek tesszett tegnapi Overcooked videó, és szintén rögtem magam rajta, nagyon álltam, hogy csináltam csak így tovább. I can't get enough of this. Nyugi, lesz elég. Lesz elég. Egyébként az Overcooked-ot én is élveztem. Én mondom, nem ismertem ezt a gémet, de képzeljétek, van Switch-re is. Van. És azt hiszem ott is lehet, tehát le lehet felezni. Igen. Tehát a Joy-Con egyik felével játszik az egyiken, mert a másik a kurva jó. Úgyhogy azt mindenképpen javaslom. Örülök, hogy tetszett, srácok, ebből rendszer lesz. Nem mindig ez a játék lesz. Nem. Nyilván... Szóval már most folytatás. Nem. Ne így képzeljétek el ezt a dolgot. Igyekszünk minél több fajta játékot játszani, aztán majd előveszik az Overcooked-ot később. Így van. Nem elképzelhetetlen, hogy lesznek olyan gémek, amik végjátszásszerűek lesznek. Igen. De azoknak sem az lesz elsősorban a célja, hanem az, hogy vicces poén legyen, és a többi. Úgyhogy ezeket fogjuk nyomni. Ez több kategóriára lesz bontva a mi fejünkben. Lesznek ezek a vicces co-op videók. Lesznek VS videók, természetesen vicces, alig várjuk már... VS videó. Igen, alig várjuk már például a Dragon Ball FighterZ-t. Így van. Vagy Fighters-t. Mert ugye az egy jó kis ilyen VS misti lesz. Lesznek VS videók, illetve lesz egy újabb dolog, amire kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok szólni. Azért, én is kíváncsi leszek amúgy. Amiben ugye single player játékot fogunk ketten játszani. Igen. Az a tipikus, tudjátok, olyan couch gaminges, egyszer te jössz, egyszer én jövök téma. Biztos, hogy az is viszonylag vicces lesz, ha engem kérdeztek, de ezt majd meglátjátok. Illetve ami új információ lehet nektek, és amit szerintem nem tudtatok, hamarosan megérkeznek a cuccok hozzá, de ez a kinti setup a kanapénál, ez lehet, hogy itt is meg fogja vetni a lábát, srácok, ezen a platformon. Ami egy fontos info. Ja. És ez viszont lehet, hogy újdonság, és erről lehet nem beszéltünk. Igen. Olyan nagyon széles körben, de teljesen elképzelhető, hogy lesznek, sőt, biztosan lesznek olyan co-op végigjátszásaink, amik szintén onnan lesznek streamelve, és olyan nem co-op végigjátszásaink is, amik onnan lesznek streamelve. Igen, egyébként arról Varigor. Ami érdekes lesz, mert ez egy ilyen újdonság, és kíváncsi leszek, hogy milyen lesz, de megmondom őszintén, hogy ilyen titkos rejtett tervünk az, hogy a single player konzol gémek azok onnan kintről lesznek streamelve. Így van, tehát az összes konzol, nagyjából az összes, mondjuk úgy, 99%-ban a konzolos gémek, most már így a couch, a kanapéban nyomjuk a streamet. Így van. Ja. Így van. Aztán még azt ki kell találjuk, mert mondjuk, ja, látunk el ott is a chatet, meg a notification-okat, meg ilyesmi, de megoldjuk. Köszönjük szépen, Bianca! Örülök, hogy tetszett! Örülünk! Ránézünk majd!
Ránézünk majd mindenképpen. Csibó, kösz szépen a 10 hónapot, Szeles, neked pedig a 3-at. Szóval igen, kíváncsi leszek, hogy mit fogtok szólni. Need for Speed jöhetne. Ó, nem tudom, hogy itt vagy egy E-Hunter, biztos alszol. Baszki, múltkor, mikor Jani PUBG-zott, nyomta a karbont. Igen, tudom. Hogy bassza meg. De most komolyan, nem tudom, meddig néztem. Utána elkezdtem görgedni, nekem megvan amúgy a karbon. És ilyen, nem tudom, de a driftes részhez rohadtul kedvet kaptam tőle, túlságosan is. Mit csinálsz? Semmi. Ez mi a lófasz? Semmi tudságra. Kezd dreamikék. Na mindig így, ez nagyon-nagyon klassz volt. Ja. Az nagyon, szóval ennyit a kinti részről. Lesz karez. Lesz. Nem alszol, fassza. Mondom, iszonyatosan kedvet kaptam tőle, és nagyon sokáig néztem a karbont. Kurva jó az a játék. Az. Kurva az a játék, tetszett amúgy ez a stream. Igen, egyébként fura, hogy ugye sokan a Most Wanted vonalon maradtak, hogy így visszaemlékezés szinten, pedig a karbon is jó volt egyébként. Nagyon. Nem annyira, de jó volt. Ja. De jó volt. Szóval, yep. Át fogom alakítani, Pisti, ezt a Happy Hour-t már megint, már teljesen. Uh-huh. Csak arra gondoltam, hogy ugye alattunk ott ezek a Twitteres cuccok lennek, amiket mi lájkolunk. Uh-huh. Feljebb akarod. Annyira nem lájkolunk mi, és arra gondoltam, hogy van olyan lehetőség, hogy fixen mutatja a legutóbbi Twitter posztunkat, meg uh-huh. az utolsó lájkokat, amiket, és akkor fixen ott van mindig. Uh-huh. Ez lesz az átalakítás. Igen. Best lesz, best EU. Korábban kezdtünk? Minél? Hát minél karez, attól függ. 9-nél korábban. 3-4-9-től is korábban kezdtünk. Igen. Alapvetően igen. Amúgy ja. Meg az este 6-os híradónál is kicsit hamarabb kezdtünk. Illetve a délutáni streamnél is korábban kezdtünk, meg lehetne ezt sorolni. Lehetne ezt sorolni. Na mindegy, köszi egyébként, mert jó volt látni ezt a gémet. Jó volt. Szóval igen. Igen, Brizua, kösz szépen a visszajelzést. Úgy fogalmazza, hogy hétköznapira sikerült. Értem, hogy mondod. És igen, ez volt a cél, hogy egy kicsit vissza akarjuk hozni ezzel ezt a... A casualt. Azt a régi 90-es évek, 2000-es évek konzol napjait, amikor hétvégén átmentünk a haverhoz, leültünk kanapéra és játszottunk. És szerintem főleg ez majd a single player gémbe fog kijönni. Amikor igen, ketten játszunk még egy single player gémet, és gyakorlatilag akkor váltunk majd, amikor valaki meghal, vagy hasonló. Tehát kitaláljuk a rendszert, de nagyon vicces lesz. Igen, jó lesz. Jé, mindenképpen nyomd a Most Wanted-ot, azt is nézni fogom, az durva. Az durva, az nagyon tetszik. Igen, Boris Bro, végre egy laza 24 órás ügyelet után, sac 250 embert röggeneztünk meg. Azt a kurva. Tudlak titeket is nézni, tűnőszűrősen VV-terre szoktatok járni. Köszi, hogy ott voltatok a HVC-n, HCV-n, Budapesten lévő vagyok. Keep host. Izon. Nice! Köszi szépen. A linket persze nem küldted el, de szerintem azt megtaláltam volna amúgy. Viaga, kösz szépen a chill, ránézek. Egyébként én szoktam járni, igen. Pont most voltam... Tűnőszűrésre, vérvételre? A tűnőszűrésre amúgy nem. De vérvételre igen. Most voltam 3 hónapja kb. Warhiz, úgyhogy ja. Hát ez a link el lett baszarintva, de mindjárt megnézem. A tűnőszűrésre már rég nem volt. Oh nice! A győri tali. Jó, erre kerültek a karkötők, köszi szépen. Ja. Szép papaszín, szép drop. Örülök, hogy tetszik ez az elképzelés. Én úgy látom, hogy egyébként a nagy részének tetszik az embereknek így nagyjából ez a beállítás. Kíváncsi ezek. Én legjobban arra leszek kíváncsi, hogy a streamekben hogy fog ez kijönni. De biztos, hogy jó lesz. Jó lesz. És lesznek régebbi dolgok is, nyugi. Lesznek jó kis dolgok, amiknek már meg kellett volna történnie ezen a csatornán korábban. Az a baj DXV-ben, hogy Battlebox Theatert már annyit játszottunk, hogy már nem akarok. Nem. Én nem akarok. Elléni, akkor célba ért a videó. Na! Érdekes dolog, ha már szóba jött ez az egész. Beszéljünk a YouTube-ról. Na. Nagyon-nagyon sok probléma ütötte fel a fejét mostanában a YouTube-bal kapcsolatban. Természetesen itt a tartalmakra gondolok, sok ilyen mindenféle dráma volt, Apocalypse 1.0, 2.0, Logan Paul, PewDiePie, mindenféle, csapból is ez folyik. És ugye erre nagyon sokfajta
visszajelzéssel élt a YouTube, ami egyébként alapvetően nem jellemző rá, tehát ez mindenképpen jó, hogy ugye kaptunk visszajelzést a YouTube-tól olyan szinten, hogy ugye felléptek ezekkel a problémákkal szemben. Most ugye van egy olyan törekvés, hogy ugye úgy akarják csinálni ezt az egész vetting rendszert, hogy ugye ezeket az embereket, akiket ugye a bot mellé felvettek, hogy ugye kurálják, úgymond, a tartalmat a YouTube-on, ez igazából a felső 1%-ára vonatkozik a YouTube-nak, tehát őket fogja úgymond élő ember curate-elni, így megpróbálják azt, és amúgy ez egy jó ötlet, hogyha belegondolsz, tehát azt a felső 1%-át nézettségben a YouTube-nak curate-elni, amik ugye kikötnek a trending oldalon, amiket felkapnak a hírek, és így próbálják megőrizni tulajdonképpen a site-nak a sajátos dolgait. Na, ugye ez felvet egy nagyon érdekes kérdést, hogy milyen alapon fogják szűrni ezeket a dolgokat, hiszen ugye össze tudnak mosódni itt dolgok. Tehát látjuk azt, hogy a YouTube-on most már ugye szinte mindenért demonetizálnak, főleg ugye a külföldi tartalmakra gondolok itt. Fegyverekről beszélsz, gyilkosságról beszélsz, gyűlöletbeszéd, rasszizmus, stb. Egy csomó minden. És ami érdekes az, hogy sokan úgy látják, hogy a határ kezd mosódni. Tehát aki olyan témakörökbe kezdi el mártogatni a kis ujját, ami mondjuk már egy kicsit megosztóbb lehet, politikai, vallási témakörök, ott is szereged ki a YouTube. És mivel egy privát weboldalról van szó, ez alapvetően meg is teheti. Tehát ugye, az a baj, nagyon sokan a YouTube-ra úgy tekintenek, mint egy ilyen közintézmény. Az élet része, mint a Facebook, tudod, hogy ez egy közintézmény, ami a közjogot szolgálja. Nem. Ez egy magánoldal, ami fenntartja önmagát, és megjegyzem, egy olyan szolgáltatást nyújt nekünk halandó embereknek, amiért, hogyha mi szeretnénk egy saját webhosting szájtot csinálni, annyi pénzt kéne fizessünk, hogy megszakadnánk. Hát ez biztos. Ezt nem tudom, tudjátok, rengetegen írtátok már ötletként, hogy miért nem csinálunk saját videóhostingot. Tehát saját oldalon lehet videókat nézni. Na most ott gyakorlatilag megtekintésenként, tehát kiszolgált emberenként kell fizetni a szerverért. Hát igazság szerint egész pontosan adatforgalom. Próbáltam leegyszerűsíteni, de igen. Tehát adatforgalom. Tehát, hogyha például egy 1080p 60 fps-es videót felrakom, amit megnézte 200 ezeren, az nem jó. Na most kurva, rengeteget kéne fizetni, tényleg. Így van. Tehát nyilvánvalóan a YouTube ezt ingyen csinálja, illetve azért a százalékért, amit ugye generálnak a creatorök, és ezt a szolgáltatást nyújtja, de ez egy privát oldal, azt csinálnak, amit akarnak. Tehát tulajdonképpen, ha egy privát oldal, mint YouTube, és egy privát márka, mint mondjuk a Pepsi, aki hirdet rajta, úgy dönt, hogy valamilyen tartalmat nem akarnak úgymond propagálni, akkor nem propagálják. Innentől kezdve, hogyha úgymond te a szólásszabadságával akarsz élni a YouTube-on, mint nyilvános platformon, akkor nem tudsz. Pont úgy, ahogy itt a chatben sem tudsz. És az az igazság, hogy ez egy olyan dolog, amit nagyon nehezen fognak fel az emberek. Hogy ez nem működik. Egy privát websájton nem élhetsz a szólásszabadságoddal, mert annak az azoknak meg kell felelned azoknak a szabályoknak, amik ott azon az oldalon vannak. És ez egy kicsit fura, mert ugye tehát a fő probléma azzal van, legalábbis szerintem, hogy egy dolog az, hogy fel kell fogni a YouTube szabályait, és betartva azokat kell tartalmat alkotni. Egy másik dolog az, hogy úgy formálod a csatornádat, a véleményedet, és amit csinálsz, hogy a lehető legkedvező feltételeknek felelj meg, és a legtöbb pénzt keresd vele. A kettő között az a különbség, hogy az egyiknél egyszerűen úgy maradsz önmagad a platformon, hogy betartod azokat a szabályokat, amilyen amúgy kibasznának. A másik pedig az, hogy úgy formálod saját magad, és nem vagy önmagad, hogy a lehető legtöbb pénzt keresd, hogy a lehető legjobban felkapjon az algoritmus, hogy a lehető legtöbben nézzenek. Elkezdett a kettő között óriási különbség van, és vannak olyan emberek, akik a platformon megfelelnek ezeknek a dolgoknak, és vannak olyanok, akik nem. Ez egy ilyen dolog, ebből van a legtöbb probléma, csak szerettem volna, hogyha látjátok. És nyilvánvalóan mind a két oldal tud jót és rosszat is tenni a platformnak. Ami egyébként minket is éri nyilvánvalóan, a platform egyre szarabb, nekünk is rosszabb. Ja. Most ugye azok, akik a határokat feszegetik, akárhányszor átlépik, főleg, hogyha nagy videósokról van szó, akkor általában katasztrofális következményei vannak, Logan Paul, PewDiePie, meg a többi vlogger, aki megőrült, annak következményei vannak. Hogyha csak olyan tartalom van fent, ami egy ilyen mesterkelt mű, szétreklámozott szar, annak is negatív hatásai vannak a platformon, és ennek látjuk most a következményeit. De igazából nem erről akartam beszélni, ezt csak úgy fel akartam vázolni nektek, mert van egy nagyon nagy különbség szerintem, hogyha a YouTube-ról általában beszélünk, és a magyar YouTube-ról beszélünk.
Egyébként ugyanakkor, tehát csak hogy lássuk át, ha külön a magyar YouTube-ról beszélünk, vagy külön a spanyol YouTube-ról, vagy külön a lengyelről, akkor is külön kell beszélnünk róla. Ah, most nem azt mondom, hogy Magyarország a világ ellen, hanem azt mondom, hogy egy adott ország és a nagy YouTube között hatalmas különbségek vannak. Ugye az a szabályrész, az a szabályrendszer, amit fenntart a YouTube önmagában, az ugye egy kicsit emberi norma is. Uh-huh. Nem mutatunk gyilkosságot, nem mutatunk vért, nem mutatunk sérülést, stb. Viszont vannak olyan dolgok, ami külföldön úgymond beleesik, például a gyűlöletbeszédbe, vagy félreérthető tartalomba, és van, ami Magyarországon beleesik. És szerintem e között egy hatalmas nagy különbség van azzal kapcsolatban, hogy az adott ország, régióban hogyan alakultak ki ezek a normák. Ja. Én ezt látom. Ami nagyon érdekes. Tehát az én véleményem szerint saját értékrend alapján, tehát hogy az egy adott videós hogyan érzi azt, hogy erről kellene elbeszéljen, vagy nem kellene elbeszéljen, szerintem ez országonként teljesen más. És beszéljünk erről. Azért, mert lássuk be, nagyon sokan próbálják itthon például, vagy azt mondom, hogy a közép-kelet-európai régióba erőltetni ezt a fajta hozzáállást, amit ugye az amerikai oldalon például nagyon látunk, hogy ne beszélj erről, ne beszélj arról, minden által meg vagyok sértve, szétperellek minden által, nem mondhatsz olyat, nem lehetnek előítéleteid velem szemben, még akkor se, hogyha azt mondod, hogy neked nem fog fújni, de amikor, mit tudom én, ha kimész a szélbe, akkor neked nem fog lobogni a hajad a szélbe, mert neked rövid hajad van. Ez már mikroagresszió, engem te ne helyezz hátrányos helyzetben, mert rövid a hajam. Ezáltal ne ítélj meg. Külföldön ez megy. Itthon azért lássuk be, egy kicsit más a tolerancia határ. Más. És kíváncsiak vagytok, vagy kíváncsi vagyok nagyon arra, hogy ti hogy vélekedtek erről? Mert én, engem megmondom őszintén, egy picit bánt ez a dolog. Hogy külföldön ennyire elfajzott ez a helyzet, arra gondolsz? Nem. Az, hogy Magyarországon is próbálják érvényesíteni ezeket a dolgokat, de sajnos nem szabadna elfelejtenünk szerintem, hogy hol vagyunk a térképen. Hát ez... És itt most nem a földrajzi elhelyezkedésre gondolok, csak egészen pontosan arra, hogy azért Közép-Kelet-Európában a szociális interakciók egészen mások, mint mondjuk nyugaton vagy keleten. Ez tény. És itt gondolhatok az apró dolgokra, a szokásokra, vagy egyszerűen arra, hogy valaki mekkora paraszt, vagy mekkora bunkó, és hogy mi számít annak bizonyos részein a Földnek. Mert szerintem ez rohadtul nem egyforma, és ez... Tehát nem tudom, tehát vannak olyan dolgok, amik itthon hétköznapi elfogadott dolgok, hogy mikről beszélünk, mikről nem beszélünk, amiről külföldön egyáltalán nem lehet beszélni. Mm. Például, és nem tudom, én... szerintem is máshogy épül fel a társadalom, igen. Hát te igazán szerint ez ilyen kulturális dolog. Igen. Nagyon nagyban. Igen, és az... Kulturális különbségek, ahogy Akvilles írja, igen. Igen, de szerintem egyébként valamilyen szinten... Egy bizonyos fokú tájékozottság, egy bizonyos fokú intelligencia kell ahhoz, hogy valaki egyáltalán megértse azt, hogy mi egy sértés, és mi nem az. Uh-huh. Én nem tudom, én nem tudok másra gondolni, cáfoljatok rá, de mikor valaki egyszerűen minden személyes támadásnak vesz magával szemben, ahhoz valamennyire hülyének kell lenni. Ja, persze. Én nem tudom, én ezt nem tudom, már mással nem tudom megmagyarázni egyébként. Tehát nyilvánvalóan megvannak a határok, hogy egy platformon miket lehet csinálni. Mm. De nem tudom, tehát én úgy érzem, hogy például egy nagyon, tehát itthon sokkal tágabbak a határok. Hát persze. Igen. Mert itt még nem járunk ott, mint nyugaton, ez biztos. Igen, és itt most nem a liberális gondolkodásra gondolok, vagy ilyesmire, hanem erre a hülye millennial szarra, hogy valahogy nem hát, tudom. Az emberek valahogy azért, ilyen szempontból azért jobb a helyzet, hogy itt túllépnek ezeken a dolgokon hamarabb. Nem veszik annyira magukra szerintem. Igen, nem tudom, igen, furcsa. Tehát az, hogy valaki, mit tudom én, egy bármilyen külföldi YouTube videós elsüt mondjuk egy poént, legyen az bármilyen jellegű vallási, rassz, és tök mindegy, elsüt egy viccet, egy poént. És itt most nem a PewDiePie dologra gondolok, hanem konkrétan mondjuk egy stand-upra. Elsüt egy poént, aminek politikai, vallási, vagy mondjuk rasszista töltete van, darabokra szedik. Egyszerűen darabokra szedik, felgyújtják, megrágják, megdarálják, besózzák, újravetik, mindent csinálnak vele. Itthon meg mindenki behugyozik a röhögéstől. Ez egy különbség.
ez egy különbség. És szerintem, tehát én ennek keresem gyakorlatilag a hátterét, hogy mi az, ami miatt elfogadott itthon mondjuk egy poén, legyen akár egy YouTube tartalom, külföldön pedig nem. Én erre vagyok kíváncsi, hiszen például, hogyha mondjuk, mit tudom én, vallási dologról van szó, vagy hasonló dologról, ott ugye nem különbözünk, tehát ugyanazokról a dolgokról persze. van szó. Mégis úgy tűnik, mintha globálisan sokkal érzékenyebb lennének sokkal érzékenyebbek lennének az emberek ezekre a dolgokra, de nem nagyon értem, hogy miért. És itt nem azt mondom, vannak ízléstelen poénok, tehát szó sincsen erről. Picit hagyom a csetet menni, ezt megnézzük itt, hogy... Jó. Leslie! Budapesten lesz régi mellett találkozó, fuck yeah, a Lamparty, igen, szólt már lengyelbe, de köszi szépen, haver. Csábi, köszönjük szépen a baszó donétet. Sziasztok, este 10-re hazajön, nagyon jó, meglepő volt a Sorge of Fortune, köszi szépen, megint 4 órára csökkent az alvási idő, gyerekkorom egyik legdurvább játéka volt. Nyomjuk neki, ma folytatjuk. Vahi, kösz szépen a csírt. Igen, az kurva jó volt, azzal játszanánk. Like my hammer, kösz szépen a 4 hónapot. Vöngeld, a fűszöny nem esik bele a durva kategóriába? Nem. Dagi bácsi, Pisti, ez az elmúlt 10 perces speech, ez kegyetlen ütős a sikeredet, majd nézd vissza. Goosebumps. Ennyire durva. Az majd nem tudom, mikor küldted, de egyébként igen, köszi szépen, Dagi bácsi. Csibaricsi, hello, srácok! Nagyon jó, amit csináltok, csak itt rám. Egy kérdésem lenne, szerintetek a PUBG mikor lesz vállalható állapotban Xbox One X-el, és mikor fog elérni a 60 FPS-ok érték? Hát a 60 FPS nagyon soká. Hát figyeljetek, hogyha azt hiszük, hogy 8-9 hónapot töltött gyakorlatilag a Early Access állapotban, majdnem egy évet PC-en legalább annyit legalább kell várni Xboxon is. Kedvi, a Saudi országokban a DEB mozdulat tiltott és büntetendő nálunk szabadra, ott a kábítószer felszippantását szimbolizálja, ez is egyfajta különbség, pedig ezt mi is átvetnénk. Kedvi, ez egy szélsőséges példa, de pontosan ezekre a dolgokra gondolok egyébként, csak ugye vannak ennek elmosottabb verziói, és van egy ilyen fajta változat. Huli, bár nem jelezte a rendszer, de egyéb bizony, yes man! Itt van, srácok, nagyok vagytok, köszönetet adom, sok-sok gameplay és fanért, hogy ilyen megjelenlább 100 ilyet. Kösz szépen, Huli! Kösz szépen! Szóval, tehát visszatérve a témára, látom, hogy sokan írjátok egyébként. Igen, ez az I'm offended generation szokom, pontosan erről akarok beszélni. Tehát az az igazság, hogy szerintem egy fiatalnak igenis meg kell edződnie egy kicsit. Tehát nem lehet úgy felnőni, hogy 12 éves korodban mindenért megsértődsz és beszaladsz anyának a szoknyája alá, és onnantól kezdve úgy nősz fel. Ja. Jó, itt valaki felhozta az előbb példaként a H&M-es esetet. Az mi az? Hogy volt egy ilyen pulcsi, amire az volt írva, hogy pontosan emlékszem, de valami olyasmi, hogy I'm a happy monkey in the jungle, vagy valami ilyesmi. I'm the happy monkey in the jungle. És egy fekete kisfiú reklámozták ezt a pulcsit, és ez teljesen kiverte a biztosítékot mindenhol. Megmondom őszintén, hogy azért ez egy kicsit másabb, mert... És ezért nagyon sokan felháborodtak, amit megmondom őszintén, hogy valamilyen szinten azért értek. És azért lehetett volna ennyi eszük a marketingeseknek, hogy ezt nem így csinálják. Tehát, Jesus. Azért az egy kicsit sok. Tehát, hogy ezt nem hozzuk fel példaként, mert ez tényleg nagyon gáz. Vagy coolest monkey, bocsánat. De érted? De rövök rajta. Most akkor én egy geci vagyok, érted? De nem, mert amúgy tényleg vicces, nem azt mondom. De, na, ezt azért megértem. Én is megértem. Viszont kérdésem az. A reklámspot megalkotója, aki egy aranyos feliratot akart ellátni egy pulóvert és reklámozni egy fekete kisfiúval. És nyilvánvalóan nem direkt csinálta, mert azért érted, direkt nem ugrik le valaki egy felhőkarcoló tetejére lehetnyő nélkül. Persze, meg amúgy a szülei nyilatkoztak és ők röhögtek rajta. Igen, most szerinted ki gondolkodik rasszistán? Vagy nem is tudom, illiberálisan, vagy érted, hogy mondom? Uh-huh. Az, aki megcsinál egy ilyet és kitolja, hogy ez van, vagy az, aki mindenképpen bele akarja látni a rasszizmust. Hát, ez is igaz amúgy. Tehát ez egy... Számomra egyébként ez egy végtelenül nehéz dolog. Végülis amúgy a belegondolsz igen, mert így különböztetted meg pont. Tehát azt a feketéket. Így különböztetted meg pont. Igen. Hogy ezekből kiveszed. Ezzel különbözteted meg. Tehát kérdez... Nem, csak sokan mondják rájuk pont azt, érted? És igen, tudom, pont... igen tudom, de értem, mit akarok mondani, akkor te, mondjuk te azt mondtad, hogy ez gáz. Szerintem mondjuk. Is gáz, igen. Persze ez nagyon, nagyon távolról jövünk. Akkor
Szerinted ezt a pulóvert nem hordhatja egy fekete ember? Igen, ez jó, tehát ebben mindenbe bele lehet látni ezt. Érted? Jó, persze, igen. Miért nem? Igen. Tehát érted? Áááá! Áááá! Mert az gáz! Áááá! Nem, ez a baj, hogy ja. Ez egy rohadtul kényes téma. Ez egy rohadtul kényes téma. És itt van egyébként Atemil, kösz szépen a támogatást. Ez a tipikus South Park negörös rész. Nem érted? Ezért félsz vélemény nyilvánítani. 2012 óta pedig konkrétan vasvillával hadonászik a média bármilyen szurkálódó poénra. Itt nyugodtan megmondod, hogy gyorsabban futsz. Látod? Én is megállok. Atemil, látod? Én is megállok, de ez a külföldi dolog miatt állok meg, de igen. Igen. Itt, jó, mindegy. Itt nyugodtan mondod, hogy gyorsabban futsz, mint néger a tévével, mert vicces. Értelek amúgy. Értelek. Ez egy végtelen érzékeny témakör, de én mégis azt gondolom, hogy vannak ízléses poénok, vannak ízléstelen poénok. Van a viccnek egy határa, van a viccnek egy olyan része, ami már tehetségtelen, gusztustalankodás. És egyébként ti is láttátok, már biztos vagyok benne, hogy ennek ellenére például Amerikában, ahol hiperérzékenyek erre az emberek, megvan az ellenpélda. Megvan az ellenpélda. Tehát elmennek egy Carlos Mencia vagy Pablo Francisco, nem tudom kimondani ma reggel, akik stand-uposok, elmennek. A közönség 70%-a fekete, olyan szintű fekete poénok vannak, hogy Jesus, és halálra rögik magukat, mert jó a poén. Ja, és persze, értik. Persze. De ez csak egy példa, a rasszizmus csak egy példa. Én most csak azt akarom mondani, hogy én nagyon úgy érzem, hogy Magyarországon nem kellene úgy viselkednünk, mint ha külföldön lennénk. Ugyanis én azt gondolom, hogy ez a régiónk, az országunk ennek a fajta kultúrának a hatása, és nincs semmilyen jellegű politikai töltete, meg semmilyen töltete annak, amit mondani akarok. Többször mondtam már ezt itt egyébként. Én nem gondolom azt, hogy a közép-kelet-európai ország az egy negatív jelző. Ja, hát persze, hogy nem. Sokan így gondolják. Csak teljesen más. Igen, sokan így gondolják. Egyébként tényleg sokan gondolják. Sokan így gondolják, és én ezzel nem értek egyet. Tehát nyugati, európai országgá akarják emelni a dolgokat, ergo azt akarják, hogy azok a normák működjenek itthon. De nem olyanok az emberek. Igen. Legalábbis a jelenlegi generációk nem azok. Én nem tartom negatívnak. Igen, megvan egy kicsit ez az ilyen elveszett vadkelet feeling néha itt az utcán, meg minden, de én ezt imádom most, bazzeg. Hát ezt én ezt szeretem. Hát persze, basszus, hogy itt nőttünk fel. Így van, és ez a durva része. Nem tudom, én ezt szeretem, és én úgy, nem arról van szó, hogy nem értek egyet azokkal a normákkal, csak egyszerűen úgy látom, hogy nem feltétlenül működik itt. Mert olyan embereket ítélünk el teljesen, néha nyilvános platformokon, akik egyszerűen úgy viselkednek, ahogy szoktak. Ja. Ebben a kultúrában, és próbálják kivetni őket azért, mert olyanok, mint mindenki más. Ja. Én nem tudom. Én szerintem annak a tagadása, hogy hol vagyunk és hogyan szocializálottunk, ez egy fasság. Hogy őszinte legyek. Ja. Galactus, köszönjük szépen a baszó donétet, haver! Jó reggelt, srácok, első donét! Mivel lehet eltávolítani azt a gettót? Tiszta alkohollal. Ilyen 96%-os alkohollal lehet eltávolítani a procipasztát. Az a legeslegjobb. Lehet kapni gyógyszertárban is, azt hiszem. Ja. Ilyen 96%-os izopropil alkoholt, azt hiszem, és az lekapja. Az simaliba. Gondolom, ha a tisztasz ezt lehozza, de neki meg se kottyant a 70-es házi szilva. Mit tudtok ajánlani? Azt, a tisztasz ezt. Na, 70-es szilvával le a csajna procit. Teri, YouTube-on basztál, hogy képes volt olyan embereket támogatni, mint Logan, Jake Paul, stb. Magyarországon például az a különbség, hogy mi nem akadunk ki attól, ha például káromkodunk, vagy rasszisták vagyunk. They are brilliant, kipróbáljátok? Vagy we are brilliant? Nem fogjuk amúgy online kipróbálni, de játszottam el, és tök jó. Igen, ez egy nagy különbség. Ez egy nagy különbség. Mr. Fanshave, ami érdekes szerintem, hogy most a mémek fénykorában azért vannak olyan hard mémek, amik
mondjuk Amerikában jönnek, és azokért meg, ha jól tudom, nem lehet megkövezve senki. Pedig ott azért találni nem kicsit undorít a dolgokat, amiket elég sokan tudnak nevetni. Köszönöm, Jani. Igen. Nyilvánvalóan mindenhol megvannak a pólusok, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon bonyolult témakör. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult témakör, és nem is akarok mondom annyira belefolyni abba, hogy most egy konkrét példa gáz vagy nem gáz. Egyszerűen csak abba, hogy én nagyon azt látom, hogy próbálnak olyan dolgokat belelátni, például itthoni dolgokba is, amik szerintem túlzás, és nem ide való. Ja. Ez egy ilyen dolog. Csabi, a rasszizmusra kapcsolatban a Louis C.K. mondása tetszett a legjobban, hogy utálja a tévében az N-word-öt, mert azzal veled mondatja ki a szót, ahelyett, hogy felvállalnák, hogy mit akarnak mondani. Igen. Ez egyébként egy egészen érdekes meglátás. Mike Wass, jó reggelt! Az a borzasztó érdekes, és sokszor nem is annak a legnagyobb a szája, akire irányul, vagy gondolják a jogvédők, hogy irányul. Ahol is minden áron meg akarja mutatni, hogy ő már pedig meg akarja védeni a kisebbséget, úgyhogy az adott ember az életben nem kezdi ki a bőrszíne miatt. Ez is egyfajta sznopság, vagy divat manapság, ez az én véleményem. Ez egy teljesen jogos vélemény, általában az emberek nagy része ezzel szokta túlzásba vinni, hogy ugye szuperhősként palássát lobogtatva megpróbál ugye oda repülni minden egyes idézőjelben sértett elé és megvédeni, még akkor is, ha nem akarja. Ja. Ez a legrosszabb dolog. Láttunk erre sok példát itthon is már. Mikor az emberek meg akartak védeni valakit, aki nem kérte soha azt, hogy ezt tegye meg. Social Justice Warriors. Így van, Zoha. Így van. Ezek az emberek általában olyanok, akik soha életükben nem voltak részesei ennek még. Egyszerűen egy ilyen társadalmi elvárás látnak mögé, hogy ezt várja a társadalom, hogy ezt csinálják. Pedig nem. Pedig nem. Erre nagyon-nagyon sok példát tudnék mondani, de nem mondok, mert olyan világban élünk, amilyenben. Johnny Hero. Szeva. Szeva. Köszönöm. Nagyon sokszor látom különböző platformon, hogy bizonyos témákon azért akad csak ki valaki, mert azért áll meg ott, hogy legyen min fröcsögni. Aztán becsukja az internetet és megcsinálja ő is ugyanazt, amiért 10 perccel azelőtt ölni tudott volna verbálisan. Szociális beállítottság, ami sajnos sokszor a kultúra és benyomások alapján alakul ki, egyszer majd talán javul. A Sport 1-es riportát hallottátok? Ha nem, akkor szívesen megosztom, mert szerintem az is túlzás. Én hallottam, igen. Én nem. Volt egy, azt hiszem, teniszező hölgy, aki Hiroshima-ból érkezett, és azt mondta a riporter, hogy remélem, hogy sugárzó lesz a teljesítménye, vagy valami ilyesmi. Hát, mondjuk ez szerintem, azért ez, és az a durva, hogy én nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ő ezt átgondolt, amikor mondta a riporter, de komolyan. Durva, ez azért deep, ez tényleg deep. Na jó, de erre mit mondasz? Mi ez? Hát ezt nem tudom. Én megmondom neked, ez egy paraszt. Hát az. Ez egy büdös paraszt, és kész. Tehát ez pontosan az a pillanat, hogy úristen, mekkora paraszt vagy a hát kurva életben. De mert ez amúgy mi ez? Nem vallási, nem származási, semmi. Ez egy büdös paraszt. Egy paraszt, igen. Ez egy büdös paraszt és kész. Jó, hogy biztos, hogy tudta, hogy mit mond, mert előtte meg mondja, hogy az egy híres város. Igen. Hát igen. Ja, paraszt. Tényleg paraszt volt. Megállt és hatásszerűen tartott előtte. Igen. Összerakta magába a poén. Ez egy igazi büdös paraszt. Ja. Rohadjon meg. Ez nem rasszista, mert ez nem rasszizmus. Ilyen nincsen. De ez egy igazi rossz indulatú paraszt. Hát ez az. A kurva száját. Good day, nem egyszerű téma, ezt gondoltad csak bele. Igen, ez egy nagyon megosztó téma. Olyannyira megosztó téma, Good Day, hogy én is félek tőle. És igazából azért nem akarok belemenni, remélem megérted, mert túlságosan megosztja az embereket. Tehát, Good Day, ez is egy olyan dolog például, mint ugye a politikai vallási dolgok, amikről itt nem szoktunk beszélni. És nagyon sokan félreértik ezt a dolgot, és ez megint visszavezet arra, amiről beszélünk. Mert a kulturális különbségek, vagy a szociális különbségek, nevezzük bárhogy, vagy társadalmi különbségek. Amerikában valaki, ha beszél a YouTube-on, nem egy nagy csatorna, csak csinált egy csatornát. Nem tudja, mik a szabályok a YouTube-on. Tehát kizárólag a saját önítélete
bírálja felül önmagát. Nem mer rasszista dolgokat mondani, nem mer vallási témákról beszélni, mert általában az egy kétélű fegyver, de például a politikáról, arról, hogy Trump mekkora geci, és a többi, és a többi. Erről mindenki akkora szájjal mer beszélni, mint az állat, mert az nem probléma. Mi a helyzet Magyarországon? Ha valaki elindít egy kamerát, hogy YouTube videót csinál, lehet rasszista, beszélhet vallásról, beszélhet a nemek közti különbségekről, lehet himsovinista, de hogyha politikára kerül a szó, így beleszív a fogába, ilyen... Nem tudom. Nem biztos. Ja. Ez is egy különbség. Ez is egy olyan különbség, ami például különbség Magyarország és mások között. És nyilván ez nem mindenkire vonatkozik, de a legtöbb emberre igen. Nálunk ez az érzékenyebb pont. Nálunk ez a megosztóbb. Igen. És összességében, belegondoltok, ez van. Ezért nem szoktunk erről például Good Day beszélgetni. És egyébként visszakanyarodva, hát crazy, ami ez van. Nem, de tényleg ez igaz, hogy nyugaton sokan... Más dolgok miatt. A politikáról abszolút nyíltan beszél mindenki. Egyébként a politika alapvetően egy olyan dolog lenne, amiről simán lehetne beszélgetni. Csak itthon ez egyáltalán nem... Itthon ez egy másik dolog. Ja. Az emberek máshogyan állnak egymáshoz, stb. És ez kint is megvan egyébként, de függetlenül mindenki nyíltan mer beszélni róla. Ez egy ilyen téma, de ez egy különbség. És ez nem csak Magyarországra vonatkozik, hanem erre a részére a világnak. Ez egy ilyen. Visszakanyarodva, nagyon sokan félreértelmezik azt például, láttam már, hogy erről volt szó, hogy mi miért nem beszélünk politikáról, vallásról, ilyesmikről, ebben a műsorban, vagy egyáltalán YouTube-on, vagy Twitch-en. Általában a laikus emberek, akik úgy állnak hozzánk, hogy igen, mi vagyunk, igen, minket néznek, és ezt csináljuk, általában azt mondják, hogy azért nem beszélünk ezekről a dolgokról, mert félünk erről beszélni, nem merünk erről beszélni, illetve nem merjük felvállalni a véleményünket ezekkel a dolgokkal kapcsolatban a nézőink előtt, mert félünk, hogy nézőket veszítünk. Ez a három hozzáállás szokott lenni felénk, hogy ezért nem beszélünk ezekről a dolgokról. Mondanom sem kell, ez nem igaz. A Pisti nem mered dolog már így is szerintem eléggé kihúzta magát. Úgy remélem, hogy nem gondoltok rólunk ilyet. Mi azért nem beszélgetünk ezekről a dolgokról, mert nektek akarunk egy olyan platformot csinálni, ami nem kell ezekről a dolgokról beszélgetni. Ja, de ezt már mondom, annyi ilyen platformban, hogy hihetetlen. Tehát gyakorlatilag... Tehát kérdezem én a három hozzáállást. Miért kellene? Miért kellene? Miért kellene? Mindenhol tudtok beszélgetni a politikáról. Ha megosztanak egy epres süteményt a Facebookon, biztos alatta lesz egy politikai tartalmú komment. Ja. Elolvastam a múltkor autótesztelős sajtóban. Facebook posztok alatt arról van szó, hogy az elektromos autó jobb, mint a benzines. Az alatt is csak ilyen jellegű viták vannak. Ha mindenképpen ilyen dolgokkal kapcsolatban akartok beszélgetni, megvan a helye. Itt nincsen meg a helye. Ha valaki ezt nem érti meg, az ugyanolyan primitív fasz, mint aki megsértődik azon, hogy neki rövid a haja, ezért az ő haját nem fogja fújni a szél. Ez van. Ennyi. Én ezzel nem tudom, nem tudok mit mondani. Tehát ez egy olyan fajta dolog, megmondom őszintén, hogy én megértem azt, aki azt mondja. Nagyon sokan úgy fogalmaztak, hogy a mai véleményvezérek az interneten nem is igazán véleményvezérek, mert nem merik felvállalni a gondolataikat a nézők előtt, így mit követnének a nézőik? Nem merik felvállalni szerinted azokat a gondolataikat, amiket te szeretnél hallani. És lehet azt szeretnék, hogy a nézőik azért kövessék őket, mert vannak más gondolataik is, mint a többi embernek. Ja. Bazd meg. Szóval ez a hozzáállás, ez nagyon gáz. Egyébként megmondom őszintén, hogy annyira nagyon nem félnék attól, hogy politikai beszélgetésbe bele lehetne menni itt a cseten, vagy sem. Nyilvánvalóan lenne egy réteg, aki nagyon gyorsan dobbantana. Ja, hát de őszintén, és most fú, most ez a legnagyobb geci. Na. Voltatok már úgy, hogy
egy társaságban voltatok, ahol mondjuk tegyük fel, nem a legjobb barátaitok voltak csak jelen, hanem mondjuk jelen volt 10-15-20 ember, akiket úgy nagyjából ismertek. Piáztatok már együtt, ismeritek őket, jó arc, csávók, mit tudom én. És bejött egy téma, mondjuk egy politikai téma, amikor kiderült áramér a célról, hogy mégis hogyan gondolkodik. És kiderült, hogy egy akkora primitív fasz, hogy te beszélni se akarsz vele többet, mert egy igazi paraszt, és ha meglátod, fejbe akarod rugni. Mert nem azért, mert olyan politikai bátságú, hanem azért, mert annyira ostoba fasz mondjuk, hogy képtelen gondolkodni. Vagy ezt gondolod róla? Ilyen helyzetekben kialakult az emberben egy olyan gondolat, hogy bárcsak ne beszéltünk volna erről a témakörről, sosem tudom meg milyen idióta, és jól el lettünk volna arra pár órára, amire egy héten egyszer el kell viseljem. Ja. Kicsit hasonlóan állok ez a helyzethez itt is. Én nem akarom tudni. Én mindenkit nagyon szeretek a chatben, én nem akarom tudni, hogy ki mennyire hülye. Vagy ki mennyire nem hülye, értitek? Jaj, én nem akarom ezt tudni. Ez a dolog másról szól, ez egy másik kapcsolat, értitek? Jobb ez így. Így van. Tehát pont jobb úgy, ahogy mondjuk a szalag mellett, ahol összeállítják a sportcipőket és ragasztják a talpát, valaki nem kíváncsi arra, hogy te otthon ülve, húgyozva le vagy állva. Pontosan. Ennyi az egész. Értitek? Hogy nem kell. Ez egy más, ez másról szól. Nagyon jól el vagyunk egymással, nem kell itt ezzel. Tehát szerintem mindennek megvan a helye. És ez, tehát a mi szemszünkből, a mi csetünk például nem egy olyan hely, ahol kíváncsiak lennénk erre. Nem. Beszélünk mindenféle dologról, erről is beszélünk most. Csak így... Nem kell ez ide, nem. Nem. Ja. És akinek az a véleménye, hogy nem merünk véleményt vállalni, annak nincs teljesen igaza. Szerintem. Nincs. Az másik kérdés, amit tartunk egyébként azóta is, ugye, én azt gondolom, hogy mi egyébként azt mondtuk a politikával kapcsolatban is, srácok, hogy mi azért sem mernénk belefolyni komolyabb politikai vitába, mert szerintem nyilván van rálátásunk. Hát valamennyi van. Mi se 10 évesek vagyunk már, megéltünk már mi is egy-két dolgot. Ennek ellenére én azt mondanám, hogy egy olyan beszélgetésben, amiben sokan belefolynak, ahhoz komolyabb rálátás kell, aminek nincs. Nem, a politikát szerintem egyáltalán nem lehet átlátni. Teljesen biztos, hogy nem. És ez a bajom nekem is amúgy. Lehet róla beszélni tényleg. De annyira nem értünk hozzá egyikünk sem. Yep. De amúgy a vallás szintén ugyanez a téma. Hogy hasonló, ott is egy hatalmas állátása kell legyen az embernek, hogy egyáltalán beszéljen úgymond úgy globálisan a vallásról. Igen. Rész érintőlegesen beszéltünk a LEGO streamben hasonló dolgokról. Ja, hát igazából csak kérdéseket vetettünk fel, amik olyan érdekesek voltak. Érdekes gondolatok voltak, igen. Vömbrád vissza az előzőhöz. Amikor lehozták a cikket, akkor olvasgattam a kommenteket alatta, lehet, hogy paraszt, lehet, hogy bunkó, de olyanokat láttam alatt a kommentben, hogy nagyon elszomorodtam. Ránézésre olyan emberek, akik hétvégén kocsmában 3-szor durván poénokat dobálnak, írták azt, hogy mocskos szemét botozzák meg. Ez az, amire gondoltam például a korábbi csírben, lehet, hogy jogos a reakciója, de hogy előadja az túlkapást, túlreagálás szerintem, és azt se gondol bele abba, amit ír, aki bírál. Vöngád, más dolog ugye elméleti szinten bírálni valakit azért, mert mondjuk ilyen Hiroshima-s poént eltol, és más dolog mutatni a környezetednek azt egy social platformon, hogy te mekkora emberbarát vagy. Ez már külsőség, vagy külsőség láttatás. Csirex, szívőröget nincs annak, meglett a mikrobiológia vizsgám, yes! Úgyhogy indult a hétvégi WoW maraton. Srácok, csak neki jó műsorra, a politikát meg hagytuk a picsába. Csirex, jó WoW-ozást, gratulálunk és igazad van. Teddy, kösz szépen még egyszer a támogatást. Bocsánat, mondja. Nem, mondja, csak jól van, csak nyugodtan. Összefoglalva, amit mondasz. Ha YouTube-on jól akarod magad érezni, vígjáték, parodia, tech és gamer csatornák, ezek azok, amikről azt lehet mondani, hogy tiszta tartalmakat sugároznak, legyen angol vagy magyar. Szerintem máshol csak a dráma van sajnos. Teddy, ez egy kicsit sarkosítás, de amúgy teljesen egyetértek. Teljesen egyetértek, mert például nálunk ugye tech tartalom, meg gaming van. Szeretném magunkat jól érezni, olyan dolgokat mutatunk, amik vagy részei az életnek, mint tech, vagy mánia valakinél, mint tech. A gamer, tehát az egész gaming meg, hogyha nem az esport részét nézzük, akkor ugye egy kikapcsolódás, egy szórakozás, egy szórakoztató tartalom. Ezt nevezhetjük tiszta tartalomnak, Teddy. Valószínűleg vannak mások is, tehát nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk Sütik Birodalma Szandi olyan nagyon-nagyon belemenne a politikai vallási témakörökbe. Hát igen. Tehát vannak más részei is egyébként a YouTube-nak, de amúgy tökre értem, amit mondasz, és teljesen igazod van. Tehát ezek tiszta tartalmak olyan szinten, hogy nem kellene belefolyniuk ezeknek a tartalmaknak. A drámáról, amiről beszélsz, igen.
Engem például borzasztóan elszomorít, tehát örülök annak, hogy megvan a megfelelő reakció a YouTube-on egy Logan Paul féle hülyeségre. Nem örülök annak, hogy valaki ebből próbál megélni. Ja. Vagy ezzel próbálja visszahozni a nézőit, stb. Stb. Viszont innen üzenem, hogy elmész te a picsába annak a kis pöcsnek, aki azt a két percet, amikor Logan Paulról beszéltünk itt a Happy Hour-ben, feltöltötte YouTube-ra, külön, annyira nem a saját csatornájára, és ez a Pöcskins YouTube betolta a trendingbe. A nyolcadik legtrendingebb videó lett az a két perc, amikor beszéltünk Logan Paulról, úgyhogy valaki azt feltöltötte a saját csatornájára. Erről beszélünk az évvégi vlogban. Valamint... Dvagerát. Leszarom, hogy ki! Ő volt, de na! Hogy tudja, hogy róla beszélünk, hogy szar. Na. Le kell bannoljam. Na mindegy, de... És trending? Hagyjál már! Miért trending? Mert Logan Paulról beszélünk. Erre kíváncsiak az emberek. Fúj! Ja. A trending lista nem azért szar, mert a YouTube fos. Hanem mert ezt a fost akarják nézni az emberek csak. Ez a fost. Vajon ő mit mond erről egyszerűen? A kurva anyját. Hadd nézzem, ahogy más is szidja az anyját. Ja. Jesus Christ! Szóval ez az undorító része az egésznek egyébként. Olyan rohadtul fel van háborodva mindenki azon, hogy ki mit mond, meg ki mit csinál, mégis azt akarja mindenki látni. Ja. Ja. A clickbait cím miatt lett trending? Biztos, meg a cover miatt. Meg a cover miatt. Kivel köszönjük szépen a cheert, nagyon szépen köszi a támogatást, Brent kösz szépen a két hónapot, és Imply From, srácok. Figyelj, ez mindenkinek a saját hírsége, de most nyilván hasonló emberek azért annyira nem taszítódnak egymástól. Az igénytelenség felé haladunk. Igen, Piszok, ez igaz. Csak itt a gond, látod, Piszok, és nekem ezzel van a bajom. Hogy igazad van, az igénytelenség felé haladunk, de ez viszont szöges ellentétben áll azzal, amiről beszélünk. Tehát, hogyha azok az elvárásaink, amikről beszéltünk itt, ne beszéljünk erről, ne beszéljünk rasszista tartalmakról, ne beszéljünk vallásról, ne helyezzünk hátrányos helyzetbe valakit azért, hogy hogy néz ki, milyen színű a haja, kövére, nem kövér, korlátozott, stb. Ezek azok a dolgok, amik tiltólistán kellene legyenek a globális felfogás szintjén. És mégis bármilyen ilyen tartalom kerül fel az internetre, amikor valakit kicsúfolnak, kigúnyolnak, prankelnek, leégetnek, ugye vannak ezek a rend, meg faszom, amik amúgy alapvetően hate speech kategóriába is bele tudnak esni, ezek a legnézettebb videók, és ezt akarja mindenki látni. Ja. Akkor hol van itt az igazság? Tehát, hogy így ez a kettő megy rohadtul össze. Hogy az emberek azt mondják, hogy minőségi tartalmat szeretnének, de csak a szart nézik. Jaj, hát ez, de ez a tévénézők is elmondható amúgy. Hogyne? Istenem, azok is, jaj, mindegy, igen. Na mindegy, le van tojva. Ez csak vélemény, mint minden. Tudjátok, srácok, ez csak a mi véleményünk. Ti úgy gondoljátok, ahogy szeretnétek. Ez mindenkinek Isten adta joga. Aquila, minden ember a saját szűrőjén keresztül látja ugyanazt a világot. Pontosan. Darkslok, pontosan azért kéne politikáról beszélni, mert a 10-20 évesek egyáltalán nem politizálnak, ami hiba. Szükség lenne az ő aktivitásukra is, de nem úgy, hogy egyoldalú vélemény nyilvánít a felhozó csatorna. Mindkét oldal képviselnie kell. Igen, Darkslok. Én is látom. Igen, Darkslok, de mondom, ebben egyébként igazad van. Gyakorlatilag mindenben, amit mondasz. Ja. És mondom, tekintsd ezt a mi elégtelenségünknek. Tehát igazad van, ez kellene. Én elégtelennek tartom magunkat arra, hogy megfelelően tudjunk egy ilyen témakört vezetni, mondjuk. Ez így van, ez pontosan így van, de én is teljesen egyetértek veled, és egyébként kellene nekik a politikáról gondolkozniuk, és ez egyre jobban el van nyomva, úgy érzem. Ez így van. Teljesen egyetértek veled, Darkstroke. Még egyszer, egy ilyen témát mi nem tudnánk megfelelőképpen vezetni, és mi nem dugjuk a seggünket olyan medencében, mert nem tudunk úszni. Nem. De most olyan, tehát ez tudod rólunk. Ez tudod rólunk. És ezért nem teszünk ilyeneket. Én néha azon szoktam gondolkozni, hogy akik az egyetemen tanítanak politikát, mert ugye van ilyen, hogy ők hogyan tud valaki érteni, tehát az összes tanár ilyen teljesen kívülállóan figyeli az egészet, vagy csak tárgyilagosan beszélnek az adott elvekről. Szerintem objektíven is beszélnek róla. Kétlem, hogy úgy tudják csinálni, hogy semmilyen elfogultság ne érződjön rajtuk, de ettől függetlenül szerintem objektíven állnak hozzá, úgy lehet csak. Ja.
belepisálni abba a medencébe is lehet. Sziké, igazad van, de olyat nem csinálunk, mert annak rossz íze van. Igen, a politológia más. Ja, ja, ja. Az inkább ilyen, tudod, ilyen... Az elve. Igen, igen. Gondolom. Ha, fura. Első szalag címben nagyon, hogy a VR manipulálja a fiatalokat. Na, ettől viszont félek. Na, az gond. Ettől viszont félek, srácok, hogy biztos, hogy félreértelmeznék ezt a dolgot, ha megpróbálnánk ilyen dolgokról beszélgetni. Ez egy nagyon rögös téma, mondom. Ez egy nagyon rögös téma. Ja. De remélem ez nem ellenszembes, nem, vagy nem várt ki ellenszembet a ti részetekről, hogy nem beszélünk itt ilyen dologról. De mondom, egyszerűen ez az oka, hogy sajnos tehát nem tudunk időt fordítani arra, mert túl sok minden mással foglalkozunk, hogy mondjuk belássuk magad egy témakörbe, és hát megértsük azt, hogy hogy mi az alapja annak, mondjuk, hogy valaki így áll a dologhoz, vagy úgy. Ahhoz szerintem egyébként mindenki kevés, mert nem lehet megérteni, hogy valaki mi alapján áll így, vagy úgy a dologhoz, mert általában nem nagyon tudja az emberek nagy része, hogy mi a szarról beszél. De mi legalább megmondjuk, hogy nem tudjuk, és ezért tényleg nem válunk ilyeneket. Ja, ja. Nem fogunk politikáról beszélni, lófaszt, ez egészen biztos. Tudja, hogy nem. Igen, be happy, tudom. Farkas Zoli, ja! Erről beszéltem, hogy baráti beszélgetések között sem jó dolog ilyenről beszélni. Nekem van például olyan barátom, aki elég hülyén gondolkodik, szerintem, és nem szeretem, amikor ilyesmiről beszél, mert olyankor rájövök arra, hogy... Ja. És ezt nem szeretem. Na, erre akartam reagálni egyébként az előbb, hogy kérdezték, hogy mi szoktunk egymással ilyesmikről beszélni. Amúgy nem nagyon, de hogyha így feljön hasonló téma, akkor mindig rájövök, hogy amúgy valamilyen szinten nagyon hasonlóan gondolkozunk. Igen. Mármint úgy önmagával a politikárban kapcsolatban, úgyhogy... Igen. Sosem megyünk bele annyira mélyen ezekbe a dolgokba, de ja, hasonlóan gondolkozunk. Igen, igen, de amúgy nem szoktunk, tehát nem is nagyon jön fel, ne, amúgy amikor meg olyan van, hogy feljön, általában arról beszélünk, ami történik, nem pedig arról, hogy ki, vagy mit csinálta. Meg miért, igen. Úgyhogy, ja, nem, maradjon, mert annyira nagyon nem szoktunk. Nem. Annyira nagyon nem szoktunk. Deadly Cross, kösz szépen az egy évet, haver! Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Csabi, kösz szépen a támogatást. Az egyértelmű, hogy nektek nem kell ezzel foglalkozni, szerintem el kellene jutni oda ezen a részen is a világnak, hogy értelmesen tudjuk beszélni a politikára, a vallásról, egyebekről meghallgatva egymást, persze csak álmodozom. Sajnos csak álmodozol, Csabi. Egyébként jó lenne, hogyha tudnának beszélgetni, vagy legalább lenne valami olyan platform, ahol lehetne erről beszélgetni. Már láttam, hogy a fórumon szoktatok, ami nem egy rossz dolog. Nem, egyáltalán nem. Az a baj tényleg, hogyha itthon elkezdenénk erről beszélni, ott rögtön beskatujáznának, hogy melyik oldalon állsz, és rögtön ez lenne a fő téma. Ez a baj, amúgy, és ez tényleg nagy baj. És hogyha valaki teljesen objektíven beszélgetne ezekről a dolgokról, akkor is kitalálnák, hogy ő pontosan melyik oldalt képviseli. Teljesen mindegy, hogy mi az. Ezt már Jani is mondta korábban, de mivel egységként kezeljük a csatornánkat, így egységként mondjuk ezt a dolgot, srácok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesznek-e ilyen jellegű tartalmak a következő néhány hónapban a YouTube-on. Erre én is nagyon kíváncsi leszek. Alig várom, hogy ez megtörténjen. Meglepődnénk, ha nem lenne. Meglepődnénk, ha nem lenne. Hiszen ugye a véleményt formáló fiatalok véleményt tudnak formálni, és ezt az ösvényt nem kiaknázni igen nagy butaság lenne. Jön majd Józsi bácsi. Szevasz, arra figyelj már. Kicsit dumáljál már, jó? Mondjál már azt akkor, izé. Beszélj már kicsit, aztán... Na mindegy, ja. Nem. Ja, de, na mindegy. Én nagyon kérdezik, hogy lesz-e ilyen politikai tartalom, valamilyen szinten, vagy politikai felhívás a választási időszakban. Kíváncsi vagyok. Szóval, ja, erre kíváncsi leszek. Szerintem lesz-e? Szerintem lesz. Tudja, hogy lesz. Kíváncsi vagyok. Ez objektív pohár-e? Igen.
Kíváncsi leszek, hogy lesz-e ilyen fajta tartalom. Orka, biztos van igazság abban is, hogy szükség lenne politizásra, de ez a csatorna nem erről szól, és remélem, hogy nem is fog soha. Így is már folyamatosan ezt a forst hallom mindenhonnan, nekem annyi bőven több is, mint amennyit szeretnék ebből. Orka, amúgy teljesen egyetértek veled, és én is, és Jani is szeretné jól érezni magát ezen a csatornán. Úgyhogy éppen ezért nem beszélgetünk ilyen dolgokról. Bedlezli, ez így lesz. Ha van objektív pár, van szubjektív pár is. Ez egészen biztos. Tedd egy kicsit off topic, próbálom felélinketi a stream csatornámat, és csináltam egy logót, vélemi? Teddy, várj meg kicsit, de akkor pont így nézem, de akkor... De mit streamelsz, Teddy? Starcraftot nyom? Azt nem tudom, majd elmondja. Mert ha Starcraftot nyomsz, Teddy, akkor lesz mit nézni. Akkor lesz mit nézni. Kenjen neki. Kenjen neki, Teddy. Én még a kávéváshoz is objektívan állok. Jesus Christ. Egyébként, srácok, higgyétek el, tudjátok, hogy én például milyen véleménnyel szoktam lenni, elég harsh véleményem van a legtöbb dologról, és elég egy irányban gondolkodom, úgyhogy higgyétek el, megvannak a véleményeink nekünk is, de na. Igen, ez nagy barom. Ez egy ilyen kör. Ez egy ilyen kör. Ez olyan, mint a tegnapi videó elején egyébként a szóvic, amit végül nem emeltem annyira ki, mint amennyire ki kellett volna, de mindegy. Melyik? Hát, hogy mikor kezdjük a játékot, ugye az Overcooked-ot, akkor azt mondod, hogy és lássuk, hogy mi sül ki belőle, és így... Miközben vágtam esetlen, hogy faszik, ez komoly. Tényleg ezt mondtam? Igen, azt egy csomóan írták kommentben, hogy ezt a szóvicet. Én nem volt szándékos. De amúgy. Ezt mondtam, tudom, hogy nem volt szándékos, és így nagyon vicces volt, ja. Én felkeléskor otthon kávézom. Ez narancslé. Narancslézom. Csak a green screen miatt barna. De amúgy ez narancslé, nem kávé. Ilyenkor már merek narancslét inni, mert túl vagyok a kávén. Húha. If you know what I mean. Ja, ja, ja. Pankeri, sziasztok! Nálunk itt mindenki politizál, foglalkozásban adódóan. Nekem ti egy menekülő lehetőség vagytok. Köszi srácok, legyen szép napja mindenkinek. Neked is legyen szép napot, Pankeri, és örülök neki, hogy így van, és örülök. Szeretnénk is ilyenek maradni. Így van. Baszik a butka, volt egy komment, hallod? Beszartam. Itt Twitteren már megosztották, mindjárt elolvasom neked. Biztos olvastad te is. No. Itt. Volt az a happy hour, tudod, amiben beszélgetünk a PS4, PS3, stb. Itt volt ugye az óriási komment, rengeteg, ami ugye Jani irányába ment. Jött a PS4 ezzel? Jani, nézd meg a PS4-et, és te, Pisti, mikor lesz a Rainbow Six Siege videó? Ez 4 komment. Egy embertől, egymás után, óriási. Beszartam. Hát óriási a vízre, igen. Imádom az ilyet. Bármi is jöhet, így van. Legyen B! Így van. Legyen B, igazad van, igen. Használtad nyugodtan az adblockot a kampány időszakban. Az a baj, hogy ebben a világon már semmit nem csinálsz. Ha a politikáról beszélsz, igen, köszönjük, várjam, hogy Istenek, hogy tüntetnek, igen, volt egy bolt, minőségi 20 szalonát, mindent árultak alacsony áron, nagyon alacsony áron, 2 után bezárták a boltot. Most ez nem politika, de ilyet kitenne meg. Szavitár! Sok minden történik, amikben sokan belelátnak sok mindent. Ez igen. Maradjunk távol ezektől a dolgoktól, én azt mondom. Ja. Maradjunk távol. Jobb is ez így. Valaki most érkezett meg. Szevasz, Cségó, Koba, vagy Coba. Úgy meg volt ez a szondva, azt hiszem majsz, ez meg volt teljes mértékben a szondva. Egyetlen volt. Teljes mértékig megmondtuk. Ruban Victoriano, ez így van. Elég a politikából, holnap meg a hüvelygomba lesz a téma? Ha feltűnt, ha nem, ma nem a politika volt a téma. Nem. Hát ott valaki szerint az volt.
Már a politikáról beszéltünk? Tehát ez egy politikai témakörű happy hour volt. Én nem is tudtam, basszus. Pedig por nem akartam. Szerintem egy árva szót sem beszéltünk róla egyébként. Nem. Még csak érintve sem. Nem, nem. Na mindegy. Egyszerűen kösz szépen az $5, azért sem iratkozom fel. Kösz szépen, Edzo. Kösz szépen a... Kösz szépen. Ez mekkora? Hát ez mekkora? Ez kurva nagy. Kösz, Edzoka. Igen. Á, Istenem. Igen. Ha nem beszélsz a politikáról, akkor már politikáról beszélsz. Egy órája beszélünk róla, hogy nem beszélünk róla. Elég sok mindenről beszéltünk szerintem, csak itt az utolsó része lett ilyen politikai tartalmú, de egyébként így szokott ez lenni, hogy az emberbe az marad meg, ami érdekli. Ja. Úgyhogy ezek után menjetek nyugodtan azokra a Facebook oldalakra, amikre kell. Így van. Egyébként még egy utolsó gondolat. Na. Furcsa ez a 2017 év vége, 2018 év eleje. Rezeg a YouTube? Nem nagyon. Né. De rezeg a YouTube-nál bizonyos dolog. Facebooknál is. Hú, a Facebook egyébként, igen. Ott még jobban rezeg? Ja, arra kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Érdekes. Minden esetre érdekes. Lehet, hogy lesz valami új, feltűnik egy új csillag. Nem tudom, de érdekes. Egy új platform. Érdekes. Hogy mind a két helyen vannak olyan problémák, amik az elmúlt 10 évben nem voltak. És szerintem még itt a Twitch-nél is vannak problémák, csak az belső. Hát igen. Hogy a Facebooknál, Jadex, a Facebooknál olyan kurva egy gáz van, hogy azt a kurva élt. A Facebookot teljesen át akarják alakítani. Yep. És azt akarják, hogy sokkal kevesebb ember legyen rajtam. De igen, vékonyítani akarnak a platformon nagyon-nagyon sokat. Nagyon-nagyon sokat. Hát gyakorlatilag ugye én már mondtam ezt már nagyon régóta, hogy a Facebook egy használhatatlan szar, és nem is nagyon használom. Teljesen szar. De hát gyakorlatilag ugye a Facebookon ugye már gyakorlatilag hát ugye a 70%-a ugye a newsfeednek már reklám. Persze. Ebből 30 legalább videó. Tehát gyakorlatilag az, amiről a Facebook szól, mint social network, az úgy már nem működik, és erre végre rájött a Facebook is. Tehát hogyha egy ismerősöd kiír valamit, azt nem látod. Így van. Ha mi, mint page megosztunk valamit, jó eséllyel nem látjátok. Ja, nem. Hát ez szerintem a tegnapi posztunk amúgy a legjobb példa. Várjál? A Soldier of Fortune, igen. A 120 ezer követőnkből 30 ezer emberhez jutott el az, hogy a Soldier of Fortune-en játszik Pisti. Ugye ott van a szám. Mert mi látjuk. Így van. Szóval... Mert nem fizettünk azért. Igen. Ez amúgy ja. Na mindegy is. Ez van. Most ugye miatt mit is jelentett be pont Márcegeből, ami miatt annyit droppolta a cucc? Hát az új newsfeedet, hogy hogy fog működni, azt mondta el, hogy hogy fog működni, teljesen más algoritmus alapján fog menni, és így ledroppoltak a részvények, mint a kurva élet. Nagyon... Hát igen, nyilván, meg azt, hogy ugye elmondták azt, hogy, hogy olyan tartalmakat szeretnének látni a newsfeeden, és erre irányul az új algoritmus, ami lényeges az embereknek. Igen. Szóval, ja, elég nagy gáz van ott most jelenleg. Majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Majd meglátjuk, hogy mire jön ez ki. De persze tudom, hogy sok mindenki azt fogja mondani, hogy nincs ott gáz. YouTube-on sincs gáz. De hát valószínűleg nem fog bedőlni az oldal, persze. Bedőlni nem fog? Csak változás lesz. Csak változás lesz. Fog pár dolog. Horka, azt magyarázhatom meg nekem, hogy egy működő alkalmazást, és itt most beszélgetünk Messenger, Viber, Facebook, Insta, miért kell tönkrevágni update-ekkel, hogy abszolút használhatatlan legyen? Engem ezt szomorít el. Az emberek mindig próbálnak változni, a platformok próbálnak változni, mi is változunk bizonyos szinten, Horka, és vannak rossz irányok. Na most a rossz irányok általában a helyes útba terelik az embereket, de hogyha tudod, tehát az úgy szokott lenni, mint Budapesten a közlekedés, tudod. Hogyha elbaszol egy kanyart, akkor a következőnél körbe tudsz menni, és visszakerülsz ugyanoda. De hogyha hármat baszol el egymás után, akkor nem fogod tudni, hol vagy. Ja. Ez a véleményem. Pubi, kösz szépen a csírt. Na jó! Köszönöm. Srácok, hagyjuk a picsába ezt. Fura volt ez a témakör, de azért örülök, hogy tudtunk beszélgetni erről a dologról. Jó volt ez. Erről a dologról.
Délután folytatjuk a Soldier of Fortune-t, jó eséllyel be is fejezzük. Jó eséllyel, persze ez rajta múlik, hogy megy éppen a cucc. Ja. Este boba? Lehet. Nem tudom, valami este pedig valami multiplayer. Itt minden megtörténhet. Itt minden megtörténhet, ez van. Még én sem tudom mi. Ah, igen, az intro-outroért már most elnézést kérünk, srácok, legyen szép napotok, köszépen, hogy itt voltatok velünk ma reggel is. Tehát délután 2-kor jövünk a Soldier of Fortune-nál, aztán pedig multiplayer stream lesz, nehogy moba. Csak a rendbontásokán, mert itt minden lehet, nem úgy nem. Örülök, köszönjük szépen, hogy megnéztétek olyan sokan a YouTube videót. Köszönjük. Találkozunk, srácok. Szevasztok. Szevasztok.